Egyelőre továbbra is rezsicsökkentett áron kaphatják a távhőt az érintettek a szolgáltatótól, de a kormány folyamatosan értékeli a rendszert, ezt Palkovics László mondta az RTL Klubnak. Az energetikai hivatal viszont több távhőszolgáltatótól is bekérte az átlagfogyasztásra vonatkozó adatokat. A DK szerint ez arra utal, hogy hamarosan megemelik az árakat. A Híradónknak nyilatkozó szakértő szerint, amennyiben a távhőszolgáltatók nem kapják meg az állami támogatást és nem emelik a lakossági árakat, az egész rendszer működése veszélybe kerülhet. 1,5 millió ember. Ennyien élnek Magyarországon ilyen távfűtéses lakótelepi lakásban. Az új rezsiszabályok ezekre az ingatlanokra egyelőre nem vonatkoznak. Ez nagyon érdekes helyzetet teremthet a lakáspiacon, mert ez több vevőt és több érdeklődőt hozhat a panel lakások eladói számára, viszont érdemlegesen nem tud nőni az áruk, mert a rezsiköltségek a panellakásoknál eddig is viszonylag magasnak számítottak. A távhőszolgáltatók a lakások fűtéséhez szükséges melegvizet gázkazánban állítják elő. A gáz árát az energetikai hivatal határozza meg. A szolgáltatók tavaly 20 euróért, idén már 15-szörös áron 300 euróért jutottak gázhoz. Által is csökkentett árak, ezek maradni fognak. Palkovics László az RTL Klub híradójának megerősítette, egyelőre nem drágul a távfűtés, de hosszú távú kijelentéseket még nem tenne. Folyamatosan értékeljük a távhőt, az egyéb energetikai rendszerénket is, hogy kell-e változtatni rajta. Itt az ellátás biztonság egy fontos dolog, de úgy, hogy a lakosságot nyilván nem szeretnénk túlterhelni. Sajtóhírek szerint azonban az energetikai hivatal több távhőszolgáltatótól is bekérte az átlagfogyasztásra vonatkozó adatokat. A DK szerint ez arra utal, hogy a kormány árat fog emelni. Követeljük, hogy az illetékesek haladéktalanul álljanak ki, és nyugtassák meg az embereket, hogy nem fognak emelni a távhő árán. A Híradónknak nyilatkozó energetikai szakértő szerint a távhőszolgáltatók bajban vannak, mert az elmúlt 10 évben a rezsicsökkentett ár miatt nem keletkezett annyi bevételük, ami fedezte volna a kiadásaikat. Ezért létrejött egy távhőkassa, amelynek hiányát az állam finanszírozta. 20-30-40 milliárdos távhőkassa volt a jellemző, attól függően, hogy éppen hogy alakult a gázár. Az most hirtelen, ha 900 és 1000 milliárd forintra nő, akkor van-e arra forrás, hogy ezt a támogatást beletegye a rendszerbe az állam, és maradhasson gyakorlatilag az ár rezsicsökkentett a fogyasztóknál? Ez a kérdés, amire most nincs válasz. A szakértő hozzátette, ha a távhőszolgáltatók nem kapják meg a támogatást, és nem nyúlnak hozzá az árakhoz, a rendszer rövid távon sem tud működni. Közben egyre többeket érdekel, mi lesz azokkal az alacsony jövedelmű nyugdíjasokkal, akik nem akarják elhagyni otthonaikat, de a megemelt rezsiszámlát nem tudják kifizetni. Dömsödi Gábor közgazdász a téli hónapokra az úgynevezett teleház ötlettel állt elő. Olyan emberek, akik egyedül élnek egy egykori családi részekben, azok összeköltöznének, és hát erre kéne valamilyen lehetőséget biztosítani. A közgazdász hozzátette, csupán egy ötletről van szó, a részletek kidolgozása még várat magára.